8 hónapnyi csavargás után a Tatai Vízzene Virág Fesztiválon találtak rá Szipire, az egyéves körüli keverékkutyusra. A négy lábú a fesztivál első napján, június 27-én lelték meg. Azóta Szipit kabala kutyusként emlegetik, és a rendezvény szervezői is nagybecsben tartják. Állandó belépőt kapott a fesztiválok történetébe, tehát amíg élünk és remélünk és tovább tart a fesztivál története, és ő is velünk tud lenni, akkor VIP vendégként, tehát különleges kiemelt vendégként fogjuk kezelni, és nem csak őt, hanem a gazdáját is. Aki a tekergő kedvenc híréről éppen a fesztivál rajongóitól hallott. A Tatai Vízzenevirág Fesztiválról kaptam egy levelet, hogy egy e-mailt, ahol a kutyának a fotója volt, hogy találtak egy kiskutyát a rendezvényen, és talán az én kutyám, az én elveszett kutyám. Hát a fotóra nézve én rögtön megismertem, és hát itt felkerestem a szervezőket, aztán itt találkoztunk újra. A bűbájos palota pincsi keverék gazdája kertjéből kóborolt el, akkor még 4 hónaposan. Szipike októberben tavaly tűnt el egy udvarról Tata és Agostyán között, ahol több kutyával együtt játszottak. Kicsit magukra hagytuk őket, és valószínű, hogy átbújhatott a kerítésen, mert nagyon kisméretű volt, és annyira barátságos természeténél fogva valaki, gondolom, azt hitte, hogy kóbor kutya vagy elveszett kutya, és befogadta. A kis tekergő nem unatkozott a fesztiválon, a szervezők és a rendezvény látogatói is a szívükbe fogadták. Körülbelül 80 ezer ember fordul meg a 3 nap alatt a fesztiválon, tehát mindenkinek a kedvence lehetett, ennyi ember szerintem, és úgy is viselkedett egyébként, mintha mindenkinek a kedvébe szeretett volna járni. Bejárt az egész területet, 9 színpadnál mindenhol nézegetett, mindenhol lefeküdt, mindenhol levett, mindenhol megkínálták. Elküldtük egy kutya kozmetikushoz egy wellness túrára, tehát olyan kiképzésbe vagy olyan ajándékba részesült, aminek boldogan eleget tett, és a záró ünnepségen pedig bejelentettük a színpadon, hogy eddig nem találtuk meg a gazdáját, 3 napig a miénk volt, amennyiben nem jelentkezik senki, akkor természetesen a Vízzenevirág Fesztivál Egyesület magáénak fogják tekinteni, és gondoskodunk az életéről, és ekkor jött a meglepetés, hogy megkerült a gazdája. Szipi immár a fesztivál szervezői jóvoltából ajándékokkal térhetett haza otthonába. A gazda egyrészt megkapta ezt a lehetőséget, hogy csapattaggá fogadtuk a Vízzenevirág Fesztivál szervezői közé, tehát ő gyakorlatilag ugyanúgy kiemelt vendégként érkezhet bármikor hozzánk. Ezen túlmenően kapott egy olyan pórászt a kutya és a gazdája, ami örök életre összeköti őket. Kapott egy olyan kicsi, mini kicsi kutyakennelt, amiben bármikor, bárhova el lehet vinni, és remélhetőleg nem fog elkuborolni többet. A Tatai Vízzenevirág Fesztiválra azonban feltétlenül visszavárják. Jövőre ráadásul igazi nagy meglepetéssel készülnek elsősorban a gyermekes családok részére. Hogy lesz a folytatás Szipivel? Hát ahogy egy normál gazdakutya kapcsolat szokott lenni, tovább minden, mint hogyha mi sem történt volna.